Június 3-án került sor a Trófea Vad Gasztronómiai Fesztiválra Tamásiban. A rendezvény középpontjában a hagyományos főzőverseny állt, amire több mint 100 fő települt ki csapatokban, hogy különböző vadhúsokat felhasználva készítsenek el családi, talált vagy éppen rögtönzött recepteket. Természetesen igyekeztünk megőrizni mindazokat a hagyományokat, amit már az elődeink leraktak, és így az egésznek a gerincét, a fő vonulatát, az természetesen a vadfőző verseny jelentette. A csapatok számában azért érzékeljük ezt a 4 év kihagyást, de nagyon örülünk annak, hogy azok, akik rendszeresen jártak erre a programra, azok ismét megmérettették magukat. És mindjárt, hogy saját szavamba vágjak, nem is annyira a megmérettetés a lényeg, hanem az, hogy családok, baráti társaságok, munkahelyi közösségek kitelepülnek ilyenkor ebbe a gyönyörű természeti környezetbe, és igazán egy közösségi programot tudunk megvalósítani velük együtt. Az eseményen a város polgármestere, Borga Ferenc is részt vett, és elmondta, az ember és a természet kapcsolatának megerősítésében is fontos szerepet játszik a fesztivál. Az volt a filozófiánk, és azt szeretnénk lépésről lépésre újra vissza csempészni ennek a rendezvénynek a kapcsán, hogy ez a pont az ember és a természet találkozási pontja, összekapcsolódása. Itt az erdő szélén a természet, a vad, a gyönyörű környezet, azoknak az értékeit valahogy megjeleníteni, minél színesebb, minél különlegesebb programokon keresztül. Itt is most vannak ilyen programok, de még egyszer azt szeretném hangsúlyozni, hogy itt most egy kicsit újra kellett mindent kezdenünk, de elszántak vagyunk olyan tekintetben, hogy újra komoly rendezvényé építsük fel itt a tamásiakkal és a környékbeliekkel közösen ezt a rendezvényt. A Tamási Trófea Vad Gasztronómiai Fesztivál különböző színes programokkal várta az érdeklődőket. Napközben a legkisebbek szórakoztatása és a főzőverseny volt előtérben, az estét pedig egy koncerttel és diszkóval zárták.